mindenkit szeretettel köszöntök a 17. Nemzetközi Népművészeti Táborunk záró momentumán a gála este. Mindenek előtt tisztelettel fölkérem Vésztőváros polgármesterét, köszöntse ünnepi alkalmunkat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép mai estén. És nagy öröm, hogy szinte mint egy nagy családok már 17. alkalommal gyűltek itt össze. És valóban ez a hét, ahogy látom, összekovácsolta az ismerőseket, az ismeretleneket, akik eddig nem ismerték egymást, most megismerhették, és megismerkedhetek olyan szakmákkal, olyan hagyományokkal, amelyeket érdemes továbbvinni, és láthatták ennek a közösségnek az életét, a munkáját, a tevékenységét a mindennapokban. Én kívánom azt is, gondolom azt, hogy mindenki jó gondolatokkal, jó élményekkel tud hazamenni. Mindenkinek a vésztői tábor az egy pozitív emlék lesz a nyári időszakában, és kívánom azt, hogy jövőre újra ugyanitt, ugyanennyien vagy még többen találkozhassunk, és amit itt összegyűjtöttek, értéket, szellemi értéket, tudást, azt kamatoztassák a hétköznapokban, és adják tovább ismerősöknek, családtagoknak, barátoknak, és vigyék vésztő jó hírét szerte az országba és az ország határon túl is. Én kívánok a mai estéhez mindenkinek nagyon jó szórakozást, és utána pedig az elkövetkező időre még jó pihenést, hogy el rövid időszakban. Köszönöm. Köszönjük szépen! Hagyományainkhoz híven fölkérem Juhász Sándor lelki pásztor, mondja igei gondolatait. A mi segedelmünk is, együttlétünk megáldása, örvendezésünk megszenteltetése Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen. Amen. Isten igéjét hallgassuk. Pál apostolnak a Efézusiakhoz írott leveléből annak egyetlen mondatát, az 5. fejezet 14. versének második felé. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Az ébresztő és a takarodó által megszabott, körülhatárolt napirendben próbálta élni a táborlakó közössége minden napot. Ébresztő és takarodó. Rendelt ideje van mindennek. Felébredni, mozdulni, munkálkodni, tenni a dolgunkat, és ha eljön az ideje, megpihenni, lefeküdni. Aki kiesik a ritmusból, arra azt mondják, hogy ritmus zavaros. És ebből a ritmusból ki lehet esni. Itt a táborban is, otthon is, hétköznapjainkban is, hogyha nem az ébresztő és a takarodó egészséges ritmusában zajlik az élet, akkor annak nyilván következményei vannak. Másnapi álmosság, fáradtság, unom az egészet, de ha visszatér az egészséges ritmus, ha valóban az ébresztő ébreszt, és világossá válik a napi küldetés feladat, akkor abból áldás támad. Nagyon lényeges az, hogy aki alszik, az kiszolgálat. Cselekvő képtelen. Azzal bármit lehet tenni. Nem véletlenül álomban operál.
de sok mindent mást tudnak tenni alvó vagy elaltatott emberre. Viszont döntő az ébresztés és az ébredés. Az egész Biblia azért iradott, mert az Isten az ellene föllázott, tőle távolodó bűnös embert nem hagyta magára. Fújja az ébresztőt, a riadót, az álomban, a halál álmában, a kárhozat felé rohanó élet ébredjen, mert a mozdulatlanság, a halál az azt eredményezi, hogy Istentől végleg és teljesen elszakad az ember. A Biblia arról is világosan beszél, hogy hiába hozott valaki, vannak életjelenségei. Élni csak az él, aki Krisztusban van. Jézus Krisztus az élet. És aki benne van, akiben Krisztus van, az él. Ha nem, akkor átment a halálba. Benne van a halálban. De ha Krisztushoz menekül, akkor az életnek, az új életnek az erői járják át, és gyümölcsei jelennek az életében. Edisonnak, a híres feltalálás fizikusnak, gyermekkorában volt egy olyan élménye, hogy a húga egy vonaton ült és tartott hazafelé, ők már az állomáson várták, és kiderült, hogy az állomás megelőző rövid szakaszon a kis folyónak a hídja beszakadt. Ha a vonat rájön, mindenki elpusztul, vagy legalábbis hatalmasakat a szülő. A kisfiú törte a fejét, és végül arra jutott, hogy a gőzmozdonynak a sípjával a húga által jól ismert morze jelekkel értesíti a testvérét, hogy a vonaton, amelyen van, tudjon szólni a felelősöknek, a vezetőnek, hogyha még lehet, állítsák meg a vonatot. A kislány, a testvér aludt, hiszen csak fölriadt, és gyorsan szólt vonat vezetőnek. Nyilvánvaló, hogy Isten kegyelme megőrizte az utazókat, és a vonat a szakadék előtt néhány méterrel végül is megállt. Mert megtörtént az ébresztés. Mert az alvó ember az ébredésnek, az ébresztésnek az üzenetét meghallotta. Az élő Isten ébreszt bennünket halál álmában élőket, közömbösségbe, közönyösségbe süllyedteket, félelemben gyötörteket, céltalanokat és értelmetlenül küszködőket fel akar költeni. És azt akarja, hogy megmeneküljünk a szakadéktól, a szakadékozónástól, a kározattól, és így legyünk valóban az Isten gyermekei, Krisztusból fakadt új életek. Ez a tábor tulajdonképpen a maga ritmusával, az ébresztő és a takarodó rendjével, az Isten igényének minden nap megszólaló üzenetével, sürgető morzejeleivel, Jézus Krisztusra utaló igével, evangéliummal, prófétai üzenettel ébrezgetett bennünket, de ébrezgetett a különböző foglalkozásokban, a névdalok szövegén, dallamánál, különböző mozgás összekapcsolásában, a közösség építésében mindenképpen ébreszteni akart a földi élet tiszta, tisztességes, egyenes, világos járására, ami abból következhet, hogy Jézus Krisztus felébreszt, igéje és lelke által tudatosítja bennem, hogy nélküle halott vagyok, de vele átmentem a halálba az életben. Ha ez igaz, ez megtörtént bárkiben már, akkor az élet jegyese. Ez a hét is lehetőség volt arra, hogy hallja és meghallja az ember az igét, az ébresztő szavát, és
sokféle cselekedettel, szolgálattal, másik elviselésével, a közös munka örömével valóban az ébredésnek, az élet jeleit tudja felmutatni. Mert van egy belső, lelki ébredés, amikor rádöbbenek arra, hogy mentetetlen vagyok, és van egy másik része az ébredésnek, amikor rádöbbenek arra, hogy ezért, mert Jézus engem szeretett, megváltott, hálából odaszállt az életemet neki. Tehát bármit csinálok, bármivel szolgálok, bármiben fáradozom, az válasz az Isten engem megmentő szeretetére. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy könyörülő szeretetben ébrezgetsz minket, nem akarod, hogy elnyeljen a halál, a sötét, a mozdulatlanság, az álom. Kérünk téged, használd föl ezt a közösséget és ezt a táborot is. Minden eszközét arra, hogy ébredjünk, és a veled való közösség örömében a te ritmusod szerint járjunk tovább a életünket. Legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, úgy, amint volt kezdetben, azonképpen most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Legyen velünk a Istenünknek jó indulata, és a mi kezén munkáit küldeje maga. Értelmes, kellemes, áldott estét, baj nélküli hazautazásokat, hazaérkezéseket, és értelmes új életben járást, hétköznapokat, Atya Istenünk.